Krisztusban, kedves testvérek! Ugye az öt előkészítő vasárnapnak az ötödik napján állunk itt ma, és holnap lépünk be ebbe a különös világba, amit én ilyen sugárzó szomorúságnak mondanék, mert nem a kesergésnek az ideje lesz ez az előttünk álló nagy bőjt, hanem a mosolynak az ünnepe, ahol a fájdalmak és bajok között az embernek újra és újra reményt és mosolyt ültet az Isten az arcára. Ennek a vasárnapnak az evangéliuma megszabja az alapvető paramétereket, megszabja a nagybőjtnek a témáját, és ebben az első ilyen gondolat az a megbocsátásnak a gondolata. Egészen egyszerűen mondja Jézus, nem kell túragoznia ezt a kérdést, azt mondja, hogy ha ti megbocsáttok, akkor nektek is megbocsát majd az Isten, ha meg ti nem bocsáttok meg, akkor nektek sem bocsát meg. Itt teljesen egyenlőnek és igazságosnak érezzük ezt a törvényt, hogyan várhatnánk, hogy az Isten megbocsátó legyen velünk, hogyha mi nem vagyunk megbocsátóak ezen a világon. Magunkra vonhatjuk könnyen az Istennek az ítéletét. Én azért remélem, hogy minden ítélete az Istennek az elsősorban irgalom, és nem pedig elítélés lesz. Jézusnak fontos volt, hogy a közösségekben a megbocsátás lelkülete legyen. Egyetlen közösség sem tud működni. Egy társadalom, egy politikai közösség, egy család, egy házasság, semmi nem tud működni, hogyha a megbocsátás lelkülete nem él ott. De minden ilyen közösségi élmény mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos az Istennek, hogy az ember egyedüli lényként is éljen ebben a világban, azon túl, hogy közösségeknek a tagja, és az ember magával is legyen jóval. Hogy bocsássa meg magának azt, amit elvétett, bocsássa meg magának azt, amit a szeretet kapcsolataidban, talán a szeretet kapcsolatnak az élése miatt, de mégis elvétett. Nem látjuk mindig a tetteinknek, a szavainknak a következményét, és az ember a legjobb szeretete közben is elkövet hibákat, próbáld magadnak megbocsátani. Amit a szeretetnek a jegyében tettél bárkivel kapcsolatban, a hibákat próbáld magadnak megbocsátani, hogy jóval legyél önmagaddal. Az Isten akart veled valamit, amikor kitalált édesanyád méhében, akart egy új életet, ennek az új életnek saját jegyei vannak, az embernek sokféle tiltakozása van a saját természetűsége, vagy a saját kinézet ellen is, de próbáld magad megszeretni abban az állapotban, amiben az Isten megálmodott téged, próbáld megkeresni életednek ezeket a fontos sarokpontjait, és bocsáss meg magadnak, amit a keresés közben elrontottál. Sokszor úgy válunk el egy-egy kapcsolatban, akár egy rövid találkozás után is, és sokszor azt mondjuk egymásnak, hogy vigyázz magadra. Azt gondolom, hogy az Isten is így fordul hozzánk, és azt mondja, hogy vigyázz magadra. És ez a vigyázz magadra, ez azt jelenti, hogy légy megbocsátó. A megbocsátás az nem elsősorban arról az emberről szól, akire megharagudtam. A megbocsátás rólam szól. Hogyha meg is haragudtam valakire, akkor engedjem el magamból az indulatosságnak a lelkét. És ha el tudom engedni az indulatosságnak a lelkét, akkor nekem lesz elsősorban jobb. A másik lehet, hogy még ott fog dohogni magában. Meg ott hordozza azokat a sebeket, amelyeket talán az én megneheztelésem vagy a haragom miatt érez a lelkében. Lehet, ez az ő élete. Neki is meg kéne engesztelődnie önmagával, meg az Istenével. De jól tudjuk, hogy a megbocsátás elsősorban rólam szól. Az Istennek fontos az én életem, és az, hogy elengedjem magamból az indulatokat, hogy elengedjem magamból a haragot, ez az én életemnek a minőségét sokkal jobbá tudja tenni. Az ember magában, ha ezt nem hordozza, hogy ez igazából értem teszi az Isten, igazából nekem ajánlja, az én életemért mondja ezt Jézus, ha nem ezt hordozom magamban, akkor mindig csak dohogni fogok a másikra, a magam indulatosságával. És a másik lehet, hogy sokszor észre se veszi. Csak én hordozom magamban a kimondatlan indulataimat, és szenved közben a lelkem. Hát vigyázzunk magunkra, érezzük Krisztusnak a szeretetét, amikor azt mondja nekem, hogy bocsáss meg magadnak és másnak, kiveszi belőlem, valahogy az Isten kivarázsolja belőlem a neheztelést, meg az indulatosságot, és ezzel az én életem valóban sokkal jobbá válhat. Az egyéni életnek, meg a közösségi életnek, egy egész társadalomnak, meg az egész világnak rengeteg szenvedése és fájdalma van.
És úgy gondolom, hogy a magánéletünknek, a személyes életünknek, a közösségeinknek, szűkebb vagy tágabb emberi közösségeinknek, azért a legnagyobb fájdalma abból származik, hogy én úgy látom ebben a világban, hogy haldoklik a szeretet. Hogy haldoklik a szeretet. És a testi halál is nehéz. Láttunk már magunk körül testi halálokat, hogy az élet testileg hogyan fogy el. Nagyon nehéz. Mégis azt gondolom, hogy ha az én lelkemben a szeretet haldoklik, ez sokkal jobban fáj. A halált az ember meggyászolja, elmúlik 1, 2, 3, 5 év, és az ember az új feladatok között azért valahogy az Isten eltompítja bennünk ezt a halálos fájdalmat, amit a testi halálok fölött élünk. De ha a lelkemben a szeretet haldoklik, ez a haldoklás hosszú, ez a haldoklás nagyon sokáig fáj, ez a haldoklás talán sosem múlik el. Az ember keresi az Istennek a kinyújtott kezét, és hát vannak időszakok, amikor alig találja meg. Mert éppen olyan nehéz, mert éppen úgy összekavarodtak a testi dolgai, vagy éppen úgy összekavarodtak a lelki dolgai. Az ember alig találja olykor az Istennek a kinyújtott kezét, pedig az Isten ott van, és keresi az emberben azokat a pontokat, azokat a pillanatokat, amikor megfoghatja a kezét, és azt mondja, hogy gyere vissza. Gyere vissza abba az életbe, amit a világ kezdetétől neked készítettem, és ez az élet jó, ebben az életben megnyugvás van, ebben az életben nincs harag, megbocsátás van, gyere vissza. Valószínűleg a közösségek is fontosak, de ezt az utat az embernek egymagában kell végigjárnia. Minden nehézség és minden haldoklás ellenére azért ez a nagybőti utazás ez arról szól, hogy a sokféle veszteség, a sokféle nehézség, a sokféle haldoklás végén beleütközzünk a feltámadott Krisztusba. Minden nehézség, ami az ember életében van, ebben a feltámadott Krisztusban a keresztre kerül, Krisztus megvívja a kiengesztelődésnek a harcát, hogy megbocsátás legyen Isten részéről, és egy másik ember részéről, és a végén a feltámadásban Isten mindent visszahozhat az életünkbe. Mindent, ami fontos, mindent, ami számít, minden, ami a szeretetnek a jegyében történhet az embernek az életében. Hiszek. Ebben a nagybőjben az egyetlen fontos feladatomnak érzem, hogy higgyek a szeretet feltámadásában. Mert ha ez a szeretet feltámad, akkor jobb lesz az én életem, jobb lesz a körülöttem élőknek az élete, jobb lesz az egész világ is. Aki nem hisz a szeretet feltámadásában, az végérvényesen elveszett ember. Nem könnyű ez, mert a világban rengeteg hatás ér bennünket, közelről és távolról, rengeteg hatás ér bennünket, és az ember egy pillanat alatt veszíti el a békességnek a lelkét, és ott találja magát az indulatosságban, és nem hisz a szeretetben. Ez egy nehéz harc, nyilván ezért tart 40 napon keresztül ez a bőt is, hogy az ember harcoljon magával, harcoljon a világgal, és adjon teret magában a feltámadó Istennek, aki helyre akarja állítani, fel akarja támasztani bennünk a szeretetnek a lelkét. Az ember, amíg ezen a világon él és küzd, addig mindig csak egy részként éli az életét. Nem hiszem, hogy ezen a világon az első bűn óta az ember egy beteljesült életet élhet. Mindig vannak nagyon nehéz kihívások. Mindig vannak nagyon nehéz napok is. Az ember csak részként él, és amikor az ember érzi, hogy az életéből hiányzik valami, ami nagyon fontos rész lenne, ami kiegészíthetné az én életemet, hogy egy kicsit nyugodtabban éljek, hogy egy kicsit több örömben éljek. Keressük a világban azokat a pontokat, azokat a helyeket, azokat az embereket, akik ki tudnák egészíteni az életemet, hogy jobban éljek ezen a világon. És az ember azt látja a sok keresése közben, hogy ez szépen lassan azért mégis minden elvész. Elvesznek a helyzetek, elvesznek a dolgok, elvesznek az emberek körülöttem. És az ember minden ilyen veszteség között talán egyszer, remélem egyszer megtalálja Krisztusnak a kezét, és azt fogja érezni, hogy a világban minden, ami van, hiába valóság, egyedül az számít, hogy Krisztus ott legyen, mert ő ismeri az életemnek a cikcakos oldalát,
és úgy tud belépni az én életembe, hogy egyszer csak azt érzem, hogy Krisztusban kiegészültem. Ez az én teljes életem. Talán nem is látja a melletted ülő vagy élő ember, hogy mik történnek benned. Lehet, hogy ezeket a veszteségeket hordozod a lelked mélyén, hogy minden és mindenki elvész, aki fontos neked. Minden dolog és helyzet is elvész, amelytől sokat vártál, és a végén mégis ott van Krisztus, és kiegészíti az én sokféle életemet, kiegészíti úgy, hogy az ember azt érezze, hogy Krisztusban eltemetkezek, hogy vele együtt fel is támadjak. Temesd bele, temesd bátran bele ebben a nagybőti időszakban az életedet Krisztussal a sírba. Aki Krisztussal, Szent Pál ezt világosan elmondja nekünk, minden keresztségnek a kiszolgáltatásában ezt olvassuk Szent Páltól, együtt meg kell halni Krisztussal, hogy vele együtt új életet éljünk. És egyszer valaki meghalt Krisztussal, ahogy Krisztus többé soha nem hal meg, úgy az ember sem hal meg többé soha. Egyszer beleszeretünk ebbe a Krisztusba, szívesen temetjük el életünknek a sötét oldalait ezzel a Krisztussal, és reméljük, hogy Krisztus minket is visszahoz. A keresztség halála után visszahoz a feltámadás örömébe, ahol újra élet van, ahol újra remény van, ahol a sebek meggyógyulnak, ahol az embernek a könnyei megváltoznak, mert nem a szomorúság könnyei lesznek, hanem az örömnek a könnyei. Amíg ezt az ember el nem éri, Krisztusban ezt a halált és feltámadást, addig nyilvánvalóan menekülünk. Menekülünk dolgok elől, emberek elől, helyzetek elől, de akármennyi a menekülés, ez soha nem egy a menekülős utaknak a végén nincsen boldog megérkezés. Az egyetlen jó menekülési irány az Krisztus, és ha az ember a világtól, a fájdalmaitól Krisztus felé menekül, akkor ott Krisztus ott áll a menekülés útnak a végén, és ez az egyetlen értelmes menekülés. Az összes többi, az topzódás, elszakadás, minden ilyen rossz menekülő útnak a vége csak káosz és sötétség. Amíg az ember rá nem jön, addig csak az imádsága is küszködősek, meg össze-vissza elkalandozik a gondolatunk, meg nem is mondjuk sokszor, meg nincs kedvünk. Rá kell jönni, hogy Krisztusban úgy lehet eltemetkezni, hogy az embernek több imája van és több szeretete van. Krisztus kifejezetten mondja a kudarcokat szenvedő, gonosz lelket kiűzni nem tudó tanítványoknak, hogy van az életnek olyan sátáni kísértése, ami csak bőttel, imádsággal, szeretettel űzhető el. És az embernek ez nagyon sokáig nagyon nehezen megy. Ez egy iskola, talán egy egész élet kell ahhoz, hogy az ember megtalálja a módot, ahogy ki tudja írtani életének a sötétségeit, a rossz dolgait. Néha ki kell söpörni ezt a házat. Úgy gondolom a nagybőt is ennek az ideje, hogy az ember néha kisöpörje. Kisöpörje azokat a dolgokat az életéből, amelyek ártanak, amelyek rosszak, amelyek nem örömet hoznak, hanem csak szenvedést hoznak. Azt mondja Jézus ebben az evangéliumi történetben, hogy nem kéne, hogy lássák az emberek, nem kéne, hogy lássák a változásaidat. Ez nem azt jelenti, hogy az ember szerepeket játszik. Ügyes nagyszínészek vagyunk, és olyan ábrázatokkal beszélünk, szomorúságot mutatunk, amikor belül nincs baj, és jó kedvet tudunk mutatni, amikor belül igazából baj van. Nagy játékosok vagyunk. Krisztus azt mondja, hogy nem számít ez a külső. Azt mondja, hogy menj be a rejteketbe, ne szaggasd meg a ruháidat. Kedd meg az fejedet olajjal, és legyen derűs az ábrázatod. Hidd el nekem, hogy az számít, hogy az Atya lát a rejtekben az életedben, és ami a rejtekben történik, az a tiéd meg az Istené. És a legjobb történések, ezek ott vannak a lelked mélyén, és az Atya ott van. Gondold át, hogyha most a te rejtekedbe benéz az Isten, akkor miket látott? A te titkos életedben. Hogy mennyi indulatosságot találna ott az Isten, mennyi színjátékot találna az Isten, mennyi indulatot, mennyi haragot találna az Isten.
De azt is nézd végig, hogy hány emberrel milyen szeretet kapcsolatod van, hogy van-e elég, vagy ott élsz a lelked magányában, és kiabál az életed azután, hogy legyenek igaz barátaid, igaz szeretőid, akik megdédelgetik az életedet úgy, hogy más ezt nem is tudja, hogy a te életedet valaki megdédelgette. Ott hordozzuk azt. Sokféle szeretett kapcsolat van, egy szülőgyermeki kapcsolat, egy házastársi kapcsolat, az anyámmal, a szomszédommal, az igazi barátaimmal való kapcsolat. Sokféle kapcsolat van. Vannak-e ott sorban az emberek az életedben, akik megszeretgetik és megvigasztalják és megdédelgetik az életedet? Vagy ott élsz lelked magányában? Az Isten a rejtekben is lát, kell, hogy lássa életünknek ezeket a jó dolgait, a jó szeretetünket, hogy ne csak a bajokat hordozzam, ne csak ezeket lássa az Isten. Ezért kenjük meg a fejünket olajjal, és jó arccal belül vívjuk azért a harcokat, azért, hogy az életünk minőségileg jobb legyen a nagybőtnek a végén. Azt mondja Jézus a végén, hogy nem jó helyen gyűjtögetsz. Ne gyűjts magadnak kincset a földön. Annyira szeretjük, hogyha nincsen létbeli bizonytalanságunk, hogyha nincs szűkösség, ha pont elég a pénzem hónap végén, ez annyi sokat jelent ez. Nem erről beszél Krisztus, nem a normális megélhetésről beszél, hanem arról beszél, hogyha neked ezen a világon van minden kincsed, akkor a belsődön, meg a halál túlsó oldalán semmit sem lesz. Ha minden kincsed itt van, akkor ott semmi sem lesz. Az ember két dolgot vihet magával ebből a világból, az összes többire rázárja az ajtót, amikor a pályának vége van. Két dolgot vihet, a hitét és a szeretetét. Minden más a világé és az enyészeté lesz. Minden más. Akarja az Isten, hogy amíg ez a halál el nem jön, addig élvezzük és örüljünk ennek a világnak a javainak, de minden közben tudjuk, hogy minden csak ajándékba kaptam, mindent egyszer visszaadok, egyszer minden a hiába valóságba hullik vissza, de a hitemnek a gyümölcsei, és a szeretetemnek a gyümölcsei ott jönnek velem, akkor is, ha kemencébe kerül az életem, akkor is, ha a földbe, ott jönnek velem, és így állok meg az Isten előtt. Uram, itt van a hitem, itt van ennek a gyümölcse, amit egy életen keresztül visszaadtál nekem a reménységben, és itt van az én szeretetem, amit emberekkel megéltem ezen a világon, és ezeknek a gyümölcseivel számolok el neked az én személyes, egyéni, egyedi és megismételhetetlen életemmel. Adja Isten, hogy amikor ő belenéz a mi rejtekeinkbe, akkor minden küzdelem és minden nehézség mellett sok jó dolgot találjon, hogy ezáltal ölelhesse át az életünket, az élet nehéz pillanataiban, hogy ezáltal tehesse boldogabbá az életünket ezen a világon, és egyszer majd a jó hitünk és a megjavult szeretetünk gyümölcseiképpen átölelhessen bennünket a halál túlsó oldalán az ő megnyugodott, megvigasztalt és végérvényesen boldog országában. Amen.